Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőimet. És az a kérdés, amit kaptam, hogy válaszoljak rá, így hangzik, hogy miért van szükség feltételes proféciákra. Lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű ez a kifejezés, hogy mit jelent, hogy feltételes profécia. Ezért talán hagyj kezdjem a választ egy picit messzebbről. A proféciáknak, tudnélik, két különböző kategóriája van, és ennek a két különböző kategóriának két különböző funkciója is van. Vannak az úgynevezett apokaliptikus proféciák, Dániel könyvében, Jelenések könyvében találunk ilyet, vagy Jézus profétai beszédében például, Ezeknek a proféciáknak tulajdonképpen az az üzenete, hogy Isten a megváltás tervének a szuverén ura. Tehát azról szólnak ezek a proféciák, hogy Isten kezdettől fogva látja a véget, tervezi a véget, a történelemnek van egy bizonyos célja, ami felé halad, az emberiségnek a története, és ez a, tör, ez a cél pedig nem más, mint a megváltás tervének a, befeje, a beteljesedése. Na most ezek a proféciák nem mondanak el minden részletet természetesen a történelemből. Nem lehet ezeket valamilyen előre megírt történelemnek tekinteni, hanem ezek az apokaliptikus proféciák lényegében egy, egy, egy rövid vázlatot adnak, amiben a megváltás tervének a fő állomásai, a fő pontjai, és egyfajta időkerete, egy részben legalábbis egy bizonyos időkerete bontakozik ki, és amikor ezeket tanulmányozzuk, és látjuk a beteljesedését ezeknek az eseményeknek, akkor ez erősíti azt a meggyőződésünket, hogy nem ö, egy vakvágányon vagy egy, egy fékevezett ö, módon rohan a történelem és az emberiség, hanem van egy isteni vezetés. Amit ö, feltételes proféciáknak nevezünk, azok nem ezzel az isteni örök tervvel állnak kapcsolatban, hanem Istennek az ő népével kötött szövetségével. Isten szövetséget kötött ö, ö, már Ádámmal és Évával, ha eszel a fáról, ha nem ha eszel a fáról, mi történik? Vagy szövetséget kötött Noéval, ábraámmal, és hát természetesen a legismertebb szövetség ö, az a sínai hegyen kötött ö, szövetség, amit Isten Izrael népével kötött. Na most ezeknek a szövetségeknek ö, ö, kettős ö, kihatása volt, a szövetségi hűség esetében áldást jelentett, a szövetséggel szembeni hűtlenség viszont átkot vont maga után. Mivel az ember gyarló és az ígéreteit, a fogadalmait Általában nagyon nehezen tartja meg, gondoljunk az újévi fogadalmakra, hogy milyen nehéz ezeket betartani, vagy leginkább nem szoktuk őket betartani. Ezért Isten elhívott profétákat azért, hogy a népét újra és újra emlékeztessék a szövetségi hűségre, és rámutassanak a szövetség áldásaira, a hűség esetén, és a szövetség átkaira a hűtlenség esetén. Tehát ezek azok a tipikus feltételes proféciák, amelyek Izrael és Isten szövetségének a kérdéseivel állnak kapcsolatban. A feltételes profécia természetesen számolt azzal a lehetőséggel, hogy az átok elmarad, vagy az áldás elmarad. Az elsőre egy klasszikus eset Jónás profétának a története, aki azzal a proféciával jelent meg Ninivében, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive. Természetesen ez arra az esetre vonatkozott, ha, ha Ninive nem tér meg, ha a megadott élet folytatást folytatja tovább. Hát Ninive tartósan nem tért meg, és aztán később valóban elpusztult a város. De ott ennek a proféciának, tehát ennek a prédikációnak egy olyan hatása volt, hogy az egész város megtért és ezért a proféciának a feltételei okafogyottá váltak. Nem volt miért elpusztítani a várost, akik meg bűnbánatot tartottak, és megtértek. Hát mondhatok egy másik példát is, ezékiel könyvének az utolsó fejezeteiben, például egy dicsőj korszakot ír le a proféta a fogságból való hazatérés utáni időre, és egy pompás templomot, ami valami módon az Isten földi kormányzásának szinte a központjává válik. A babilóni fogság után azonban csak egy kis töredék tért haza, és egészen másként viselkedtek, és másként alakultak a körülmények, mint ahogy az Isten a proféciában vizionálta. Ezért ez a profécia nem teljesedhetett be. Na most van még egy nagyon fontos kérdés a feltételes proféciákkal kapcsolatban. Mivel ezek a szövetségre vonatkozó proféciák, azt kell látnunk, és nagyon sok keresztény gyülekezet van, ahol ezt nem látják elég tisztán sajnos, hogy amikor az Ószövetségnek egy ilyen feltételes proféciája átlépi az Új Szövetség határát, akkor az új örököse ennek a proféciának már nem a történelmi Izrael, hanem a keresztény gyülekezet. És ez két változást szokott előidézni. Hát ez az egyik változás, hogy a szövetségi hűség és a szövetségi hűségnek az átka is a keresztény gyülekezetet sújtja már, az szerint, hogy hűséges marad a Szövetséghez, vagy nem marad hűséges. És van egy második nagyon fontos dolog, hogy általában az Izraelre vonatkozó proféciák földrajzilag behatárolt, északi király, déli király, stb. Ugye? Ilyen, ilyen jellegű földrajzi fogalmakkal körülhatárolt proféciák, amelyek az új szövetségben, mivel a lelki Izrael, az egyház, már nem egy etnikum, egy ország határokkal körülhatárolt földterületen, hanem minden ágazatból, minden nyelvből álló egyetemes egyház. Ezért ezek a proféciák, amikor teljesednek, akkor egyetemes érvényel teljesednek legyen szó akár az áldásról, akár ö, a büntetésről, vagy a bűnhődésről. Mind a két proféciának tulajdonképpen pedagógiai célja van. Az egyik az Isten kiszámíthatóságába vetett bizalmat erősíti, ezek az apokaliptikus proféciák, a másik pedig arra szorgalmaz Ind biztat bennünket, hogy legyünk hűek az Istennel kötött szövetséghez, mint ahogy ő hű, legyünk mi is hűek, hogy az áldásoknak a birtokába juthassunk. Tehát ez tulajdonképpen a feltételes proféciáknak a teológiai kerete.